Nem kell végleg hátat fordítani a fosszilis energiahordozóknak ahhoz, hogy az EU elérje klímacéljait. Erre figyelmeztetnek az európai üzemanyaggyártók. A legnagyobb vállalatokat tömörítő Fuels Europe szerint ehhez csak annyi kell, hogy a hagyományos kőolaj alapú anyagokat vegyítsék az alternatív üzemanyagokkal. A folyékony energiahordozók iránt világszerte egyre nagyobb a kereslet. Az viszont kérdés, hogy miként tudjuk ezekkel elérni a klímasemlegességet. Mi hiszünk abban, hogy az unió újítási kedve és kreativitása elég lesz ahhoz, hogy megfelelően szigorú szabályokat alkosson, de ne tegye tönkre a szektor képviselőit. A sikerhez minden technológiára szükség van, mondta az Ernyő szervezet vezérigazgatója. Több módon el lehet érni, hogy egy járműnek alacsony legyen a károsanyag kibocsátása. Használhat természetes anyagokból, például biomasszából származó üzemanyagot, de a motorja is lehet olyan, amely már nem engedi, hogy az égési melléktermék kijusson a környezetbe. Laura Buffet szerint a technológia adott, már csak a politikusoknak kell lépniük. A döntéshozók mindig kitérnek az elől a kérdés elől, hogy meddig fognak még olaj- és gázalapú üzemanyagokat használni. Inkább alacsony károsanyag kibocsátású közlekedésről beszélnek, de ez sem megoldás. Ha élelmiszeripari melléktermékekből csinálunk üzemanyagot, az ugyanúgy környezetromláshoz és erdőirtáshoz vezet. Ők csak húzzák az időt, és azon gondolkodnak, hogy miként maradhatna valamennyi olaj a piacon, ahelyett, hogy mondjuk teljesen elektromossá tennék a tömegközlekedést, magyarázta a környezetvédő. Az Európai Unió energiaügyi miniszterei Brüsszelben találkoztak, hogy megvitassák, hogyan lehet talpra állítani a koronavírus járvány által megtépázott üzemanyagszektort úgy, hogy közben betartják vállalásaikat, és 2050-re karbonsemlegessé teszik országaikat. Több tagállamnak már van egy elkülönített költségvetése, amiből ezt az átállást szeretné. Mégis úgy tűnik, hogy egyre többen táncolnak vissza. 8 tagállam azt kérte Brüsszeltől, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel támogassa fosszilis tüzelőanyagok kitermelését is. Környezetvédők szerint így az EU búcsút inthetne 2050-es céljainak.